Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós, és hát gyönyörű idő van ma, és már nagyon sokszor fogjuk azt a szót használni, hogy idő, köszönhetően annak, hogy elméletileg itt van a telefonvonalban Orha Zoltán, visszatérő vendégünk. Zoli, hallasz engem? És még fontosabb kérdés, hogy vajon hallunk-e mi téged? Kérlek, adj hangot! Á, igen. Na, hát igen, akkor ez a sípszó... A sípszó... 2 Hz-es mérőhang, amit ugye egy adásszalagnál föl kell tenni a legelejére. Óriási. Na, hát akkor látom, ebből is látható, hogy természetesen Orha Zoltánról tudva levő, hogy egy nagy öregje, saját szavaival, ő használ, te magad használtad ezt a szót, nagy öregje vagy a rádiós és televíziós ismeretterjesztésnek, amint az köztudomású, és hát a Szokolébresztőben sem először fordulsz elő, mindannyiunk nagy örömére, hanem a jól számolom 3. Volt már olyan, hogy beszélgettünk Konkoli Tege Miklósról, Kulin Györgyről, és most pedig egy sokkal általánosabb és sokkal hatalmasabb témába csapunk bele, aminek aktualitása örökérvényű, tehát nyilvánvalóan arról, hogy mi az az idő, mi az idő fogalom, hogyan fejlődött a tudományban. Most éppen mondhatjuk akár azt apropónak, hát apropót kell keresni ahhoz, hogy az időről beszélgessünk, hát hogy ugye szökőév van, és ráadásul nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt lett betoldva egy 29-e, ami azonban nem a szökő nap maga, hát itt is nagy zavarok vannak, úgyhogy akár innen is indíthatunk, de azonnal át is adnám neked a szót, tekintve véges műsoridőnkre, hiszen már jó előre megbeszéltük, hogy hogy fog fölépülni ez a műsor, és az biztos, hogy meredeken kell kapaszkodnunk, mert a téma óriási, de nagy szeretettel köszöntelek. Tisztelettel köszöntök minden hallgatót és minden kollégát a stúdióban. Tehát február 24-e a szökőnap, amikor szökőesztendő van, tehát idén is február 24-e volt a szökőnap, és ha valaki odalapoz, akkor azt fogja látni, hogy nincs egyetlen névnap sem beírva, hanem csak az van oda biggyeztve, hogy szökőnap. Na most akkor ezzel mi csináljunk? Hát ugye ez hogy jött ide? A mai naptárunk őse az még a ókori Római Birodalomból származik, és ami már nagyon hasonló volt, hozzá az Julius Caesar nevéhez fűződik. Természetesen az ő uralkodása előtt is használtak már naptárt, de ott hát akinek a dolga lett volna az, hogy most akkor mikor kell beiktatni valami szökőnapot, vagy szökőhónapot, mert olyan is volt abban az időben, azt hol megtették, hol nem tették. Na most ebből a slendrián hozzáállásból alakult az ki, hogy egy fix időpontja volt ennek a naptárnak is, jelesül a tavaszi napi egyenlőség, amely március 21-ére esett. Ezt már nagyon régen tudták, hogy ez a nap, ez egy sorokköve, úgymond az időszámításnak, és hát ez látszott nagyon jól, hogy a Julius Caesar előtt kreált naptár és a természet által diktált tavasz kezdetének a napja, az nagyon nincsen szinkronban. Ezért Julius Caesar úgy döntött, időszámításunk előtt 46-ban, hogy megreformálja ezt az egész rendszert, és 31 és 30 napos hónapokat vezetett be, kivéve ugye a februárt, amely akkor még 29 napos volt. Na most hát az történt ugye, hogy őt meggyilkolták, és utána következett Augustus, aki hát gondolván saját magára, hogy ha a július 31 napos, akkor az augusztus sem lehet se ennél rövidebb, hanem ennek is 31 naposnak kell lennie. Erre mit csinált? Csinált egy olyan rendeletet, hogy lecsippentett egy napot a februárból,
úgy lett a február 28 napos. De miért pont abból? Hát szerencsétlen február, mondod, hogy már eleve rövidebb volt. erre azt tudom mondani, hogy passz, mert... Itt is érvényesült a korabeli gondolkodás, amit a Máté is megír az evangélista, nem? Hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Hát a február is így járt. Ne politizáljunk. Ja, jó. Hát ez 2000 évvel ezelőtti politika, hát ez az kent, na jó. Hát ez meg az előtt, annyi idős rendelet körülbelül. Szóval szegény február, így lett 28, illetve 29 napos. Az, hogy miért 24-e, az még a julián naptárt megelőző időszakból származik, ahogy már említettem. Na most hát ennek megfelelően ugye az lett a julián naptár, tehát ugye az augusztus ezt békén hagyta, szabálya, hogy minden negyedik esztendő az szökő évnek tekintendő, így az év hossza 365 és 1/4 nap lett. A valódi hossz azonban az 365,2422 tízezred nap, ez egy végtelen tizedes tör, tehát nem lehet megmondani pontosan, hogy ez mennyi. Vagyis, hát amit használunk, ugye az a úgynevezett tropikus év. Mi az a tropikus év? Amíg a nap látszó mozgása során az úgynevezett tavaszponttól elvándorolván visszaér a tavaszpontba. Mi a nyavaja az a tavaszpont? Hát ez egy égi koordináta rendszernek egy jelesül kitüntetett pontja, az égi egyenlítő és a látszó égi nap égi útja az ekliptikának az egyik meccéspontja. Ugye kettő van neki, ez a két főkör egymást két pontban metszi, az egyik ugye a tavaszpont, amikor a nap már az égi egyenlítő fölött delel, mi az égi egyenlítő, a földi egyenlítőnek az égboltra kivetített mása. És az őszpont az pedig, amikor ismét visszatér ebbe a meccéspontba, de azt követő napon már az égi egyenlítő alatt fog derelni a napunk. Na most, ez összesen, ez az időtartam 31.556.925,9747 tízezred másodperc. Hát itt van a Bibi. Ugye itt is ugye nem tudunk egész számot mondani, hogy ezt a bizonyos esztendőt, tropikus évet vagy napévet ki tudjuk fejezni egész szám formájában, hanem hát megint egy ilyen hosszú, végtelen tizedes törtes értéket kapunk. Tehát azt viszont ugye hiába bontottam le másodpercre, még így is gondot jelent. Na most akkor az eltelt idők során kiderült a julián naptárnak a hibája. Mégpedig hogyan? Úgy, hogy ott is megint csúszás keletkezett, és a természet diktálta tavaszi napi egyenlőség, és a naptárnak a mutatott dátuma az elcsúszott egymástól. Na most erre ugye Gergely, 13. Gergely pápa reformáltatta meg ezt a julián naptárt 1582-ben, akkor már 11 nap volt az eltérés. És a következő módosítást, hát hogy mondjam, írta elő. A néggyel osztható évszámok továbbra is szökő évek. Ám de azok az évszázadok, ugye az évszázadok is ugye néggyel oszthatóak, de csak az lesz szökő év, amely 400-zal is osztható. Vagyis 2000 szökő év volt. Legközelebb 2400 lesz szökő év, 2100, 2200, 2300 nem. Így a naptárnak a hibája, én most már úgy nevezzük Gergely naptárnak, olyan minimális, hogy több ezer esztendő alatt halmozódik föl a csúszás egy napra. Tehát ez egy elég pontos naptár. Na most hát ezt lehet hozzátenni, úgyhogy tulajdonképpen nekünk nem kell, hogy mondjam, lesni, hogy most akkor szinkronban van a naptárunk a természet által diktáltal teljes mértékben. De aztán vannak itt szökő másodperc, meg mindenféle nyavaja,
technikai dolgok. Egyébként észre se veszünk tulajdonképpen, automaticemet csinálja a Nemzetközi Időszolgálat. Igen, néha lehet látni amúgy, tehát én emlékszem még, amikor gyerekkoromban volt az, hogy még a tévében néztük, hogy megy a mutató, és akkor lehetett látni, hogy egy másodperccel többet áll az éjfélnél a mutató, és akkor mondták, hogy na ez, és bele volt a csillagászati évkönyvben, hogy majd figyelni kell, mert ott lesz a szökő másodperc. Igen, de most már azt olvastam, hogy ki fogják iktatni, aha, nem tudom, hogy a csodában, mert az nem volt benne a bacikbe. Csak az, hogy megszüntetik, mit nem tudom hány éven belül, az egészet, hogy ezt aztán hogy oldanak, hogy oldják meg, és hogy fog ez kinézni a jövőben, nem tudok ezt hozzátenni semmit, mert ennyi volt az információ. Azt hiszem, mindenképpen el kell mondanom, hogy a legtökéletesebb naptárt, és ezt nem sokan tudják, a maják hozták létre. Ez a abszolút tökéletes időszámítás, a természettel tökéletes harmóniában lévő naptárrendszer, mert egy naptárrendszerről beszélünk, azért különbözik az általunk használt úgynevezett lunisoláris naptár, mert így szoktuk ezt emlegetni, tól, hogy figyelembe veszi a Vénusz bolygónak a mozgását, látszó mozgását is. Tehát egy harmadik égitest is be van iktatva, és ugye mivel a maja kultúra nagyjából a egyenlítő környékéhez köthető, ugye onnan nézve a Vénusz az igencsak magasra emelkedik a látóoltár fölé, mondjuk hajnalban, vagy még magasan látszik a napnyugta utáni időszakban is. Tehát ők ezt így hozták létre, nem egyszerű a rendszer, aki szeretné ezt pontosan megismerni, annak javaslom egy 1980-ban kiadott magyar nyelvű könyvet, amit persze magyarok írtak, és meglepő módon mi a címe, mi az idő. Úgyhogy... Igen, kitűnő könyv. Itt közben látom egyébként bejövő kérdéseket, úgyhogy azt még egyszer nagyon gyorsan ezt a szabályt, mondjuk már el, hogy 2000 és 2400 is osztható 4-jel azt mondja. Persze, tehát az a lényeg. De 400-zal. Így van, pontosan. Tehát minden, az olyan évek amúgy, amik 100-zal is oszthatók, azok amúgy nem szökő évek, kivéve, ha 400-zal is oszthatók. Tehát például 2100 például, az nem lesz szökő év, hiába osztható. Mondjuk. Mondtam. Ja, így van, mondtad, így van, abszolút mondtad, csak láttam, hogy most még bejött egy ezzel kapcsolatos hallgatói kérdés, kérlek szépen itt a chatben. Úgyhogy ezért, igen, de igen, tehát ez érdekes ez a szabály. Így van. Tehát magyarán mondva, az sem igaz, amit szoktak mondani sokszor ugye a riporterek, hogy hát, könnyű az olimpiai éveket megjegyezni, mert azok ugye 4-jel oszthatók. Állj! Hát igen. Hát a legutóbbi Tokiói még külön bekavart. Hát jó, most a Covidot azt ne kavarjuk ide belem, mert ahogy az imént hallottam ott a hírekben, volt erről is szó. Na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy a 2000-es olimpia az ugye szökő év volt. Szökőjében tartották meg. A 2100-asat már nem fogják szökőjév gyanánt megtartani, hát majd meglátják az a késői utódaink, hogy akkor szóval. Hát ez legyen a legnagyobb bajuk. Amúgy egyébként érdekes, hogy beszéltünk a Kulinról egy korábbi adásban, és ugye én pont a távcsővilágában olvastam először a világidőnek a bevezetésről, ami egy tök új naptár, amiben egyszer is mindenkorra például a szökőév meg a húsvét problémát is elintéznek, de hát ez egy külön másik adás téma lehetne. Sok évtizeddel ezelőtt már javaslata is érkezett, nem is egy embertől, hogy egy világnaptárt lehetne bevezetni, amelyet az egyházak külön óriási felháborodást tört ki között, tehát tiltakoztak, mert hogy akkor a világnaptár szerint minden esztendőben, minden nap ugyanaz a, mit tudom én mondjuk most hasamrőtök, mondjuk a június 1-e hétfő, akkor mindig hétfő lenne. Igen, és vannak ilyen világnapok, amiket beraknak, ami viszont se nem hétfő, se nem kedd, se nem szerda, stb., hanem az egy... Csak úgy van. Van. Igen. Na. Jó. De ez is nagyon részletesen le vagyon írva, ami az idő című könyvben. Lépjünk tovább, mert... Így van, lépjünk tovább. Fogy az idő, hogy stílszerűen fejezzük ki. És ugye ebben a Mi az idő című könyvnek a rögtön az elején találunk néhány gondolatébresztő megjegyzést az elmúlt több száz vagy több ezer esztendőben élt
nagyszerű emberek kiváló meglátásaikat lehet olvasgatni. Például a Platón szerint az idő az örökké valóság mozgó képe. Arisztotelész azt mondta, hogy nincs idő változás nélkül. Fú, de jó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Immanuel Kant, az idő nem más, mint belső szemléletünk formája. Lehet ezen így egy kicsikét, hogy mondjam, gondolkodni, vagy egy nagyon, egy eléggé ismert és idézet, ugye még ide tartozik, azt mondja, hogy Hippói Szent Ágoston, aki a 4. században élt, és egyházti volt az illető, és azt mondta, hogy mi tehát az idő? Ha senki nem kérdezi, tudom. Ha kérdezik tőlem, és meg akarom magyarázni, nem tudom. Na, a jó dodonai válasz volt. Tehát tulajdonképpen igen. Várjál, Einsteint is tegyük ide, azt mondta, hogy az idő az, ami meggátolja, hogy minden egyszerre történjen. Igen, szóval erről van egy külön nagyon-nagyon-nagyon hosszú cikk az interneten, akinek van kedve, megtalálja és lehet benne bogarászni, de hát nem egy ilyen, hogy mondjam, estimese kategória. Na, és akkor azt mondja, hogy tudunk-e az idő fogalmával, vagy nem tudom egyáltalán fogalom, vagy micsodának kellene ezt, hova kéne ezt sorolni. Einsteinnek itt van az idézete ebben a magyar országon megjelent könyvben, azt mondja, az órák járása a gravitációs mezőktől függ, amelyeket viszont az anyag hoz létre. Hűha! Hát itt bizony ez kőkeményen relativitás elmélet. Sőt, ez már általános relativitás elmélet, ez nem hát, ez már, annak nem, ez a, már annak a, is annak igen. Még a, hogy is mondjam csak, még keményebb, vagy még általánosabb formája. Na, ide kellene nekünk eljutni valahogy. Igyekszem úgy beszélni, hogy mindenki megértse ezeket azokat a dolgokat, amikről szó lesz. Na most, hagyjuk egyelőre békén Einsteint, és menjünk át a művészvilágba. Például az idővel kapcsolatban, ugye magyar vonatkozások. Csokonai Vitéz Mihály, kiváló költőnk, Új esztendei gondolatok című versében a következőt olvashatjuk. Ó idő, futós idő, esztendeink sasszárgyadon repülnek, vissza hozzánk egy se jő, mind a setét kaosz ölébe dűlnek. Ó idő, te egy egész, nincsen neked sem kezdeted, se véged, és csupán a véges és szabdal fel apró részeidre téged. Hát, filozófikus, ez is érdemes rajta elgondolkodni, de azt hiszem, hogy nagyon szépen visszaadja ez a vers részlet, tulajdonképpen az embereknek az idő szemléletét mutatja be. Aztán 1966-ban lehetett hallani, először Koncz Zsuzsa énekelte azt a számot, aminek a címe, hogy Rohan az idő, S. Nagy István volt a szövegírója, és ebből csak kiszakítva idézek egy keveset, hogy rohan az idő, megállítanám, de nem tudom, mert az idő vonatám fut minden tovább. Mikor ezt gyerekként hallgattam, akkor megálltam, és hogy miféle vonat ez, vagy mi történik, vagy hogy van ez. És hát azóta folyamatosan mindig érdekelt az, hogy tulajdonképpen az időről mit írogatnak, hogyan vélekednek. Hát Marik Miklós csillagász tanár úr a tanszéki jegyzetében nagyon gyorsan elintézte a témát. Az idő lényege 2. múlik. Schluss. Tehát tulajdonképpen így is. Ez olyan jó, mint a általános iskolás tankönyvbe szereplő, a hőmérséklet az, amit a hőmérő mér, típusú definíció, ugye? Annak a méltó párja. De, jó, hát, de igaz, tehát figyelj, igen, egyébként az Einstein sem mondott okosabbat, látod, úgyhogy ez teljesen jó, nehéz megfogni ezt a dolgot. Persze, hogy nehéz megfogni egyáltalán, hogyan, szóval hogyan találunk rajta fogást, már eleve az se egyszerű ügy. Na most akkor nézzük csak, hogy nézzünk vissza mélységesen a múltnak útja, tehát ebbe a kútba jó mélyre tekintsünk le, és menjünk vissza Newtonig.
Ugye Isaac Newton 17. század nagy-nagy gondolkodója, szándékosan nem használom a fizikus szót, hiszen millió más is fűződik az ő nevéhez, például a differenciál integrál számítás. Ő se hívta magát fizikusnak, ja. Ugye? Hát, igen. Igen, és hát ugye kor szellemisége azt hiszem jól tükröződik a következő megjegyzésben, hogy mondá Isten, legyen Newton, és lesz fény. Szóval hát nem azt mondom, hogy mindenható volt az illető, de hogy a természettudományok egyik magasan kiemelkedő alakja volt ő, az kétségkívül így van. Szóval Newton idejében ugye a filozófia még nagyon nagy súllyal esett latba a tudomány területén is. Ő azt mondta, hogy a tér az abszolút. Ez egyszerűen lefordítva a következőt jelenti. Van olyan koordinátarendszer, egyetlen egy olyan koordinátarendszer van, aminek a kezdőpontjához, origóhoz bármely más térben lévő tárgyhelyzetét lehet viszonyítani. Tehát ez abszolút, ez jelenti. Ugyanakkor azt mondta, hogy az idő is abszolút. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármelyik pontba elviszek egy órát, azok mind egyforma ütemben fognak ketyegni jobb híján, hogy a ketyegés szót mindenki érti. Tehát semmi különbség nincs. A tér és az idő. És ezek külön voltak választva, külön kategóriának számítottak. Na most a kortárs Christian Huygens, ugye németalföldi kiváló gondolkodó, meg a Newton azok egymást nem nagyon szerették, jelesül, ez csak a tudományos szemléletforma miatt mondom, ugye Newton azt állította, hogy a fény az apró kis rugalmas golyócskáknak a sokasága. Ugye ez a fény visszaverődés, stb. Stb. Huygens pedig azt mondta, hogy egy frászt. A fény az egy hullámjelenség. Különben nem tudnánk megmagyarázni az elhajlást, nem tudnánk megmagyarázni azt, amikor két fénysugár találkozik, akkor ez egy interferencia jelensége lép föl. Tehát ez nem igaz, nem rugalmas golyó, hanem hullámjelenség. Na most, hogyha hullámjelenség, hát akkor ugye a hang is egy hullám, egy mechanikai hullám, és akkor még fogalmuk nem volt persze az elektromágnességről, úgyhogy ennek megfelelően a Huygens azt mondta, hogy ahhoz, hogy a hullám energiája terjedni tudjon, ahhoz szükség van valami közvetítő közegre. És így született meg az éter elképzelés, tehát ez tőle származik, hogy az egész világ mindenséget kitölti ez a rugalmas anyag, az éter, amely közvetíti tulajdonképpen ezeket a rezgési energiákat, amiket ugye mondjuk a fénysugár azért tud haladni, mert az éter az rezgésbe jön. Na, ez a küzdelem, hogy most részecske vagy hullám, ez ugye századokon keresztül egymással szembenézett, aztán a végén kiderült, hogy ez is, meg az is, de most ebbe az ágba már nem akarok belemenni, hanem közelítsünk Einsteinhez. Két nagyon fontos momentum történt aztán a 19. század közepén, illetve annak a vége felé. Az egyik, hogy egy zseniális skót gondolkodó ember, James Clerk Maxwell, 1865-ben közzétette tulajdonképpen az elektrodinamika alapjait, ő matematikai úton alkotta meg. Ezek a Maxwell egyenletek, és ebben találjuk azt meg, hogy az elektromágneses mező, ha matematikailag leírjuk, akkor kijön belőle, hogy a fény sebessége, amit kis szével szokás jelölni, az konkrétan mennyi. Bocsánat. Egész konkrétan, ha sokszor kiszámítottam, amikor tanítottam, hogy két természeti állandó, a légüres térnek a dielektromos állandója, illetve a mágneses jellemzője, hogyha ezt figyelembe veszük, akkor abból kijön, hogy a fény vákumbeli sebessége 299.792,458 ezred kilométer per szekundum. Tehát még nem mérték meg, de Maxwell kiszámította.
Az elképesztő. Ez teljesen elképesztő. Igen. Aztán később a Fizó igazolta, hogy tényleg annyi. Meg aztán sokan mások is igazolták, hogy tényleg annyi. Itt a Bajz Zoltán is, kutatócsoportja is végzett fényseveket. Sőt, ha már Bajz Zoltán, akkor ugye neki köszönhető egyébként a méter jelenlegi definíciója, van, amit a fényhez igazítottak. Úgy ebből van. Aztán az következik, hogy most már mindörökre annyi a fénysebesség, mint amennyi, mert fix az értéke, hiszen maga a méter úgy van definiálva, hogy az így a távolság, van. Amit a fény ennyi meg ennyi. Fény, másodpercnek kicipici töredék alatt megtesz. Na igen, szóval ez nagyon és érdekes. Akkor ugye a Maxwell-féle egyenletekből az is kijön, hogy a fény sebességén kutya kötelessége, hogy most hol vagyok a világegyetemben, ugye vákumról van szó, tehát légüres térről, mindenhol ugyanannyi. És iránytól függetlenül kell, hogy terjedjen, ezt ugye fizikus nyelven úgy szokták mondani, hogy izotróp. Na most megpróbálták ezt az egészet értelmezni később Michelson és Morley, két kiváló fizikus Egyesült Államokban végzett kísérlete, 1887-ben történt meg, és ugye figyelembe vették a Föld pályamenti sebességét, ami úgy 30 km per szekundumnak mondhatjuk, és ugye vegyük kereken a fénysebességet 300.000 km per szekundumnak. Tehát hogyha a Newton-féle szemlélet lenne igaz, és az éterlen szemlélet lenne mellette még szintén igaz, akkor ugye, ha a földpálya egyik pontján mondjuk 300.000 plusz 30 km per szekundumnak kellene lennie a sebességnek, hiszen a fényforrásból kilépő foton ugye 300.000 km per szekundumon megy, meg még a föld mozgása hozzá 30 km per szekundum, de egy összeadásnak kell, egy algebrai összeadás kell végrehajtanunk, és hogyha fél év múlva ugyanígy megnézzük, elvégezzük a kísérletet, akkor meg pont az ellenkező irányba megyünk, tehát a 300.000-ből 30-at kell levonni. Na most akkor az történt, hogy Jézus Mária, hát nem tapasztaltak változást, vagyis nem találták azt igaznak, hogy egyszer hozzáadjuk a föld pályamenti sebességét, egyszer pedig le kellett volna vonni. És akkor ez úgynevezett interferencia hatásnak kellett volna jelentkezni a mérőberendezés segítségével. És ez nem volt. És nem akarták elhinni, hogy ez így van. És aztán megismételték már mások is. És ugyanazzal a végeredményre jutottak. Mi a következmény? Kérem szépen. A fény izotróp módon terjed, a fény természetben az egyik határsebesség. Vagyis 300 km per szekundum vákumban, és mindenhol ugyanannyi. Bárhova megyünk és császkálunk, és az éterennek megfelelően nem létezik. Hát ez valami akkora fölfordulást okozott, akkori tudományos világban, hogy hát azt nem is lehet úgy Isten igazából érzékeltetni. De itt egy több évszázados elképzelés dőlt romba. Na most akkor folytassuk a dolgot. Jön Albert Einstein, akinek a nevéhez sok minden más mellett fűződik a speciális és az általános relativitás elmélet. Igen ám, ugye egyik 1905, a másik 1915 a publikálásnak az időpontja. A kettő két időpont között 1907-ben egy Hermann Minkowski nevű porosz fizikus, matematikus, most már mindegy, mert tulajdonképpen a disziplinák elkezdtek egyre jobban egymásba olvadni, bevezette a téridőt. Jézus anyám, mi ez? Hát tulajdonképpen itt a Newton-féle abszolút tér és abszolút idő összeolvasztásáról van szó, vagyis ugye, ha veszünk egy Descartes-féle derékszögű térbeli koordináta rendszert, akkor XYZ tengelyeket szoktunk fölrajzolgatni, amelyeknek a közös meccéspontja az origó és a kiinduló pont. Oké, rendben van. Ezzel bármely testnek a térbeli helyzete rögzíthető. Ez három koordináta, tehát három dimenzió. Hogyan ide az idő? Mint negyedik komponens, nagyon egyszerű. Sebesség általános definíciója az a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa, V egyenlő S per T, hogyha itt a sebesség
beírjuk a kis szétva és a fénysebességet. Hát egyenletes mozgásnál, ugye, tegyük hozzá, hát még most hát pont igen. Olyanokról beszélünk, így van, nem? Gyorsuló mozgásokkal nem kínozzuk a hallgatóságot korán reggel. Abszolút így is elég nem. Nehéz, a Minkowski-féle, igen. Tehát tulajdonképpen így vektor négyesek, tehát jönnek, a vektor szó, azt nem ismeretlen az emberek előtt, vektor négyesek jönnek létre, és ez a téridőnek egy pontja egyértelműen definiálja. Ugye, mert amikor hétköznapi életben szoktunk mondani, találkozzunk komám, jó van, de hol és mikor? Tehát ott is benne van a hol és a mikor kérdés, mint ugyanígy ebben a téridő a rendszerben, hogy hol, XYZ, a kisté pedig mikor. Tehát így lesz tulajdonképpen négydimenziós ez a bizonyos téridőnek fölfogott, hát hogy is mondjam, szövedék, mert így szokták mondani, meg így szokták lerajzolni, meg magyarázni, meg stb. Tehát események halmazával kell most már foglalkoznunk, és abban kell gondolkodnunk. Na most az általános relativitás elmélet ugye megszületett a speciális, amelynek két alappontja van. Az egyik az, hogy a fény izotróp módon terjed, és határsebesség. Tehát nincs végtelen hatás, vagyis még a Newton idejében úgy gondolták, hogy ugye a felismert gravitációs kölcsönhatás vagy tömegvonzás, hogy a terjedéséhez nincs szükség időre, és ez itt egyértelműen az fogalmazza meg Einstein, hogy hát de igenis, hogy a gravitációs hatásnak szüksége van arra, hogy a hatás elérjen. Tehát idő kell hozzá, nincs végtelenbe való idő nélküli távolhatás. A másik pedig a úgynevezett, hát mondjuk úgy egyszerűen megfogalmazva, hogy nincs abszolút koordinátarendszer. De hát ezt úgy is mondhatnám egyébként, hogy egymáshoz képest egyenesről egyenletes mozgást végző rendszerek nem különböztethetők meg egymástól. Tehát kinek melyik jobban tetszik. Na most, ez volt a speciális relativitás elméletből következett, és ez mind matematika, amit Einstein levezetett, két nagyon fontos megállapítás. A helyre és az időre. Az egyik, úgy mondom, ahogy Nagy Kázmér professzor úr mondta ezt nekünk annó a ELTE TTK-n, amikor elméleti fizika előadásokat tartott, és mind a mai napig mintha itt állna előttem is mondaná tulajdonképpen. A hozzám képest mozgó méterrúd megrövidül. Ez az egyik. Ezt úgy hívják, hogy hosszúság kontrakció összehúzódik. A másik az idővel kapcsolatban a hozzám képest mozgó óra késik. És akkor itt meg lehet lepődni, és elő lehet halászni az úgynevezett Iker paradoxon nevű jelenséget, amely ide tartozik. Van egy ikerpár, és akkor az egyikőjük itt marad a Földön, a másik beül egy űrhajóba is, valahova elkóvályog a világegyetemben, majd visszajön. És mi lesz a tapasztalat? Hát a Földön maradt ikerpár tagja egy öreg ember lesz, aki meg visszatér és kilép az űrhajóból, az meg olyan, mit tudom én, középkorú lesz még csak. Hát hogy a frász karikába? Tehát ebből az derül ki, hogy nem mindenkinek a számára múlik egyforma ütemben az idő. Ez az ütem annál inkább változni fog, minél inkább a utazó sebessége megközelíti a fénynek a sebességét. Hát ugye ezek ilyen gondolat kísérlet tulajdonképpen, de a részecske fizikában ez konkrétan bizonyítani lehetett, hogy bizony, ez nagyon igaz, amit az Einstein leírt és megfogalmazott. Tehát kétfajta idő van most már. Az egyik az úgynevezett koordináta idő, ez a Földön maradt testvér számára múlik, és a másik az úgynevezett saját idő. Tehát az utazó ember óráján amennyi eltelik, az utazás során az az ő saját ideje. Hozzá kell tegyem, hogy mindenki
bármely élőlényről beszélünk, mindenkinek a saját idejét kell figyelembe venni. Na jó, hát erre szokás azt mondani, hogy kissebességű világban élünk már, mint hogy a fénysebességéhez képest nagyon kicsi sebességű világban éljük le az életünket. Ez a bizonyos saját idő és koordináta idő közötti különbség szerintem milliárdot, vagy még annál is kisebb, hogy mondjam, értékben különbözik egymástól. Tehát tulajdonképpen lényegtelen. Még de hogyha valaki akar egy jót olvasni, akkor annak ugye ajánlhatjuk George Gamow-nak a Tompkins úr kalandjai fizikával, ami egy olyan világban játszódik, ahol viszont a fénysebesség az összemérhető a sebességünkkel, tehát mondjuk, mit tudom én, olyan kb. Annyival menne a fény, mint mondjuk, nem tudom, egy autó sebességének a néhányszorosa mondjuk, és akkor bizony az embereknek gondjuk lenne megbeszélni egy találkozót, hogy mondtad, hogy megbeszéljük, hogy hol és mikor találkozzunk, igen, ám, de mindenkinek a saját ideje más mutat, mindenkinek a saját karórája más mutat, és az egyidejűség sem teljesül, ugye, egy nagyon érdekes dolog, ami hétköznapi életünkben persze tényleg észrevétlen marad, mert szerencsére a sebességeink sokkal kisebbek a fénysebességnél. De mondom, egy zseniális fizikus írt egy zseniális könyvet, Tompkins úr kalandjai fizikában, végigjátsza ezeket a gondolatkísérleteket, és szerintem marha vicces, és tanulságos. És van benne egy csomó olyan ábra, amely megfontolandó, hogy a vasúti pálya mellett álló bakter kinézés egy ilyen összenyomorított vonatot lát. Igen, igen. Mondjuk egyébként vannak benne hibák is, de most ez például pont az ábrák kapcsán. De igen, igen, érdekes, igen. Na, szóval akkor lépjünk tovább, mert nagyon szóval, Jézus Isten, most nézek az órára. Hát igen, a mi vonatkoztatási rendszerünkben gyorsan múlik az idő. Igen, na most, ugyebár a helyzet az, hogy akkor lépjünk gyorsan egyel följebb, hogy az Einstein-féle megjegyzést azt valahogy helyére tudjuk tenni. Tehát ugye az órák járása a gravitációs mezőtől függ, amelyeket viszont az anyag hoz létre. Ez az általános relativitás elmélet, vagy ha úgy tetszik, a gravitáció elmélete. Tehát ez már a gyorsuló rendszerekről szól, míg a speciális, ugye, egyenes rohamú egyenletes mozgást végző rendszerekkel foglalkozik. Bocsánat. Itt leírő tulajdonképpen, hogy mondjam, mindenki számára egy egyszerű gondolat kísérletet, hogy van egy fizikus, akit becsuknak egy ládába, illetve egy liftbe, amiből nem lehet kilátni, azt egyszer csak valaki disznó módon elvágja a kötelet, és a lift elkezd szabadon esni. Ugyanakkor van egy másik fizikus, aki szintén becsuknak valahol, egy erős gravitációs mezőben kezd el kísérleteket végezni. És kiderül, hogy mind a két fizikus ugyanazt a kísérleti eredményt fogja elérni. Tehát magyarul mondva nem lehet, hogy mondjam, külön választani. Na várjál. Tehát azt mondod, hogy az elvágott kötélben szabadon eső fizikus, szabadon az eső. Azt fogja tapasztalni, mint egy olyan másik fizikus, aki mindentől távol van. Igen. Míg, tehát nem a nagyon erős gravitációs térben, ugye? Az még egy gyorsuló dobozban, egy fölfele gyorsuló dobozban, ugye viszont tényleg olyan lesz, mint egy gravitáció. Igen. Tehát, hogy ugye pont az, hogy a szabad esés során fellépő úgymond súlytalanság, az tényleg megkülönböztethetetlen a gravitáció hiányától, és ez lesz amely viszont a máshogy... Hát a súlytalanság az ugye szabad esés. Így van. Na, akkor... óvatosan menjünk az erdőbe. Mielőtt Einstein publikálta volna a gravitáció elméletét, matematikai területen 2 évig kőkeményen segítséget kért egy kiváló matematikustól, és gyakorlatilag mint egy tanuló volt abban az időszakban, és egy olyan geometriát tanulmányozott, illetve hát sajátította el annak minden egyes elemét, amit Riemann féle tér geometriának nevezünk, vagy Riemann térnek is nevezhetünk. Ha valaki ezt nagyon szeretné, térfogalom fejlődés a című könyvében ezt elolvashatja. A lényeg, hogy Riemann 19. század közepe tájékán fogalmazza meg tulajdonképpen a görbült téridő geometriát, tehát görbült tereknek a geometriáját, amelyben már tulajdonképpen a téridő benne lappang, idézőjeles formában említve meg. Tehát
hogy nézzünk egy, a legegyszerűbbet nézzük meg. Itt van a föld gömbnek, képzeljük. Ugye, nézzünk itt egy ilyen geometriai valamit. Tulajdonképpen geodetikus vonal, ami ennek az egyik kulcs kifejezése, bármelyik főkörrel mentén haladunk, ugye mi is az a geodetikus vonal, például, mit tudom én, egy akármelyik délkörön kérünk két pontot, és a kettő közötti távolság az a geodetikus vonal. Görbült terekben tehát az egyenes, mint olyan, ugyan létezik definíció szerint, és ezt tudom, hogy írtó nehéz ezt úgy tisztességesen leírni, csak ha egy euklideszi szemlélettel rendelkezünk, akkor nem egyenes lesz, hanem egy ív, egy görbült ív lesz tulajdonképpen. Nem tudom, mennyire érthető, próbálok itt elmagyarázni. Hát akkor jó. Akkor hallgatás beleegyezés. Hát számomra érthető, hallgatókat nem tudjuk real-time-ba megszondáztatni, szóval szerintem haladjunk tovább. Aztán majd legfeljebb lábjegyzetelem a kísérő cikkben, ami majd csütörtökön jön ki. Hát ez tényleg nem olyan egyszerű, és hát ugye mi hát a rádióban vagyunk. Tehát képzeljük el, nem tudunk képet mutatni, vagy egy rajzot, vagy illusztrációt, ugyebár, mert akkor biztos, hogy sokkal-sokkal, kristálytisztában meg tudná érteni bárki, aki azt nézi, illetve hallgatja egyúttal, hogy ez le is vagyon rajzolva. Na, a következő képen próbálom én ezt a téridőt, tehát valahogy képletesen szemléltetni. Vegyünk egy hatalmas, nagyméretű sűrű szövésű teniszhálót. Jó, na az megvan. Na most akkor, ha a teniszhálóra nem teszünk rá semmilyen tárgyat, akkor az úgy, ez a finom szövés, ez úgy végig mindenhol finom szövés formája, alakja nem változik. Igen ám, de mi van akkor, hogyha jön valaki, és beletesz mondjuk egy kosárlabdát? Hát ezt ugye el lehet képzelni. Akkor abban a pillanatban ez a finom szövésnek az alakja megváltozik. Ugye lemélyül a kosárlabda tömegének vagy súlyának megfelelően, hát ugye. És ha egy medicinlabdát teszünk oda, akkor ez az alak még jobban deformálódik, még jobban lemélyül, és még drasztikusabban lehet megnézni a változásokat. Ezzel azt akarom mondani, hogy ugye az Einstein megjegyzése, ami arra vonatkozik, hogy az órák ketyegését mi az, ami meghatározza, tehát ugye a gravitációs hatás, amit az anyag hoz létre. Tehát ha egy nagyobb tömegű égitest van a világegyetemben valahol, akkor ez a bizonyos téridő szövedék, ez a teniszháló alakja sokkal jobban meg fog változni, mint hogyha itt mondjuk egy bolygónál megfigyeljük. És ez, hogyha valaki nem tudja így elképzelni, akkor tessék szíves lenne a Google, a barátunk, beütjük azt, hogy téridő, és ott a képek fület megnyomogatjuk, akkor kijön millió ilyen ábra. És gyönyörű szépen lehet látni, hogy miről próbálok itt, hogy is mondjam, magyarázni, vagy mit szeretnék itt valahogy képileg a helyére tenni. Ebből következik az, amit ugye leír az Einstein, hogy a nap mellett elhaladó fénysugár az elgörbül ebben a téridőben, ebben a szövedékben. És az egyenes vonal lesz a Riemann-féle geometriai térben. Tulajdonképpen. Na most hát tudom, hogy azért most, úristen, miket mond ez a pasas. Hát igazából azt kell megérteni, hogy ugye a fény az mindig a lehető. Hát úgy mondta, a múltető jel szerint terjed, hát, ugye bár? Jó, oké, tehát ez azt jelenti emberül elmondva, hogy a legrövidebb idő elve alatt. Így van, a legrövidebb idő alatt, és hogyha elképzelünk egy olyan felületet, például a földgömböt, ugye, hogy például Budapestről, mit tudom én, San Franciscóba el akarunk repülni, akkor természetesen olyan meglepő útvonalak jönnek ki, hogy át kell repülnünk Grönland felett, meg mindenféle ilyen beteg módon, mert
tényleg azért, mert ha az ember fog egy cérnát is rára ki a földgömbre, akkor bizony az jön ki, hogy annál rövidebben nem lehet na a felület mentén. Az ott egy geodetikus vonal. Az egy geodetikus vonal, igen. És, hát és végül... akkor ezt így lehet valahogy elképzelni. Tehát tulajdonképpen egy görbületi vonalon haladunk végig, még az ember azt hiszi, hogy hát itt a repülőgépnek a talaj fölötti magassága nem változott, tehát nyilván egyenesen repültünk, ugye gondolhatja az utas tulajdonképpen. És hát végül is igen. És igaz, hát van. De ez a vicc, hogy az egyenesség az nem mindig azt jelenti, amit elsőre naivan gondol. Az egyenesség nem azt jelenti, hogy fogok egy vonalzót, és kinyújtom, oké, rendben van. Csak hogy itt most ugye geometriai szemléletmódot kell figyelembe vennünk, és a görbült tér geometriáját kell egy kicsikét, végig gondolnunk. Ezt tudom, hogy nehéz, mert ezekkel nem találkozunk. De ez az igazság. Na, akkor azt mondja, hogy menjünk odébb egy lépéssel. Tehát, és végül is az jön ki, hogyha azt nézzük, hogy az órák járásának az üteme ugye a gravitációs mezőktől függ. Tehát most megint így gondolkodjunk egy kicsit, és akkor valaki azt mondja rögtön, jaj, hát akkor mi lesz a fekete lyuk a közelében? Hűha! Na most hát akkor, igen, akkor megáll a mutató? Hát a te mutatód, vagy az övé, aki messziről nézi az órádat egy távcsővel. Erről van szó, hogy a koordináta időszer, vagy a saját időszer. Na ez az, igen. Szóval itt most azért ezen érdemes úgy elgondolkodni. Tehát, hogyha a saját időt nézem, akkor nem fog tovább ketyegni. Tehát nem fog növekedni, nem fog tovább menni a mutató, hogy így mondjam. Na de ehhez fénysebességgel kell repülnöm. Még hozzá is teszem ezt a megjegyzést, akkor most már úristen, már nem bírja az illető hallgató követni, hogy miről beszélünk. Tehát például a fotonok számára nem múlik az idő. Ez is benne van az Einstein-féle relativitás elméletében. Tehát a foton nem öregszik, vagy mégis. Na jó, szóval ebbe is lehet külön menni. Ránézek az órára, és rémülten látom, hogy most már nagyon be kellene fejezni, úgyhogy ezek után a következő egyszerű dolgot szeretném még mondani. Állítom az alábbit. Valamennyien a múltban élünk. Normális! Úgy van, igen, igen. Ez normális, igen. Tehát tessék szíves lenni, szétnézni a világban. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy fényt bocsájtanak ki, vagy visszaverődnek. Visszaverődik róluk a fény. A fény terjedéséhez időre van szükség. Tehát amit látok, az már megtörtént. Egy csillagász számára ez abszolút, itt nem kell különösebben neki ezt elmagyarázni, ez pontosan jól tudja. Ránézünk mondjuk a napra, óvatosan, mert ugye az nagyon fényes, akkor kiderül az, hogy a fénysugár onnan 500 másodperc alatt ér a Földre. Tehát a napnak az 500 másodperccel ezelőtti felszínét látjuk. Fokozzuk ezt tovább. Mondjuk, mit tudom én, van egy csillag mondjuk 520 fényévre. A szemünkbe érkező foton azt mutatja meg, hogy ez a csillag 520 évvel ezelőtt hogy nézett ki. Lehet, hogy már nem is létezik. A Mátyás király korában indult el a fény. Igen, és lehet, hogy már nem létezik, hogy a Betelgeuse az egyik olyan nagy vörös óriás csillag, ami várható. Bármelyik pillanatban felrobbanhat. De lehet, hogy van megtörtént. Csak még 1000 év több kinevék. Igen, csak még nem ért ide az a fotonözön, amely ugye bizonyítaná ezt a bizonyos robbanást. Tehát, ha most azt mondjuk, hogy melyek a legtávolabbi objektumok, tehát a távolság, meg az idő itt most már összeolvad. Azt mondjuk, hogy a űrtávcsövek 13,5 milliárd fényév távolságban lévő objektumokat fényképeztek le. Vagyis azokat 13,5 milliárd évvel ezelőtti állapotát mutatja a világnak. Jesszus Isten! Hát ez szerintem úgy azért biztos, hogy megérti mindenki. Na most akkor megkérdezhetjük azt, hogy tessék mondani, van az időnek iránya? Hűha! Már megint megőrült ez a pali. Hát igen. Ehhez vissza kell emlékezni a középiskolai fizikában
tanultakra. Van egy olyan egyszerű természeti törvény, amit úgy hívnak, hogy a termodinamika a második főtitele, amely a természetben lejátszódó folyamatok irányára vonatkozik. Igen, van irányuk, mégpedig irreverzibilisek, magyarra fordítva, vissza nem fordíthatók. Tehát a legegyszerűbb hétköznapi példa, asztalról leverek egy üveg poharat, az leesik és ripityára törik. Hát sose lesz az állapot, hogy egyszer csak úgy hirtelen összeáll a pohár, és súgy, visszapattan az asztal felületére. Tehát vissza nem fordítható, és irreverzibilis folyamatot láttunk, hogy úgy, ahogy szokták mondani, az ingyen nem fordítható meg. Most ezt úgy felejtsük is el. Mert ugye a természetben csak ilyen irreverzibilis dolgok vannak. Ugye a falevél a faágról lehullik, nem pedig a földről felpattan és visszamegy a faágra. Tehát igenis, hogy van iránya. Tehát ez a bizonyos termodinamikai irány, ezt így szokták említeni. A másik pedig ugye a pszichológiai irány, amit említettem, hogy tulajdonképpen a múltat látjuk. Tehát és a jövőt soha nem fogjuk megpillantani. És van egy harmadik az úgynevezett kozmológiai irány, ami jelesül azt jelenti, hogy a világegyetem tágul, és nem összehúzódik. És itt lép a képbe még valami érdekes fizikai jellemző, természettudományi jellemző, amit úgy hívnak, hogy entrópia. Az entrópia egy rendszernek a rendezettségét, vagy rendezetlenségét mutatja. És bebizonyítható, hogy a világ entrópiája folyamatosan nő, vagyis a rendezett állapotból egyre inkább a rendezetlen állapotok felé haladunk. És ha már említetted Gamovot, több olyan könyve van, Georgi vagy Grigori Gamov, ugye, mert orosz származású volt, amelyben nagyon, hosszasan írogat, ő az entrópiával kapcsolatban, egyik a Fizika története című könyv, a másik pedig egy ilyen jó nagy vastag könyv, az a Fizika, az volt akkor a címe, és most is az persze. Tehát itt részletesen el lehet olvasgatni, hogy mit jelent az entrópia. Például a Boltzmann is nagyon sokat foglalkozott ezzel, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt lehet így nagyon dióhéjban mondogatni, egyébként még annyit arról, hogy a fénysugár elhajlik ebben a görbölt téridőben. Ezzel kapcsolatban ugye hát hangosan kinevették az akkori emberek az Einsteint, hogy ilyet lemer írni. Aztán 1919-ben bekövetkezett egy teljes napfogyatkozás, ahol az Einstein által kiszámított, mert ő ki is le is írta, hogy mennyi az iránymódosulás. És Eddington vezetett egy angol csillagász, vezetett egy expedíciót, és elkészítették a fényképet, úgyhogy a naphoz látszólag közel lévő csillagokat is látszottak azon a fotolemezen. Majd egy fél év múlva, amikor a napnak köze nem volt ahhoz az égterülethez, ismét csináltak felvételeket, kimérték, és döbbenet mindenkinek a legnagyobb döbbenetére stimmelt. A pozícióbeli eltérés, az Einstein által kiszámított értéket visszakapták. Azt azóta nagyon sokszor megismételték. Néhány érdekes olyan kép, amely az interneten is nagyszerűen megtalálható, ezt úgynevezett gravitációs lencsehatásként is szokták emlegetni. És ennek egyik eklatáns példája az úgynevezett Einstein kereszt, ahol látunk egy objektumot 5 példányban. Tehát ez azt jelenti, hogy az objektum és a Föld között olyan nagy tömegű, tehát nagy gravitációs mezővel rendelkező égitestek helyezkednek el, amelyek a fotonokat eltérítik, ennek megfelelően alakul ki ez az érdekes kép. És zárásul egy nagyon egyszerű kis szöveget, ha szabad mondanom, azt mondja, hogy a múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék. Hát ez nagyon jó. Ez amúgy honnan van? Ezt még szabad megkérdezni? Hát, nem tudjuk. Kiderítjük. Ebben egy kicsit benne vagyok én is, de felejtsük el. Na, de mindesetre ez egy nagyon jó zárás, és köszönöm szépen, és egyébként te teljesítetted a lehetetlen küldetést. Mission Impossible is accomplished ebben a ponton, mert hogy véget ért ugyanaz adásunk, de csak ugyan eljutottunk az idő irányáig is, amiről egyébként persze, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor én személyesen ajánlom a
az Atomcsill előadását tavaly szeptemberből Dávid Gyulának, Feltámadás a hőhalálból, ott boncolgatja ezt a három dolgot is, a kozmológiai időirány, a termodinamikai irány, meg a pszichológiai irány, csak neki ott több ideje volt, hogy ezt kifejtse, mint nekünk most, mert nekünk pánikszerűen el kell hagynunk itt az étert, vagy hát, hát ugye most megbeszéltük, hogy az nincs, ugye? Szóval azt, amiben, hát ugye el kell hagynunk a téridőnek ezt a tartományát, minden esetre. Igen, úgyhogy... illetve még annyit bocsánat, hogy mondjak még az érdeklődők számára, hogy a Hawkingnek a könyveit érdemes olvasgatni. Igen, abban is megtaláljuk ezt a témát. Így van, az idő rövid története. Ráadásul rafinált módon, milyen címmel? Az idő rövid története. Igen. És ugye tényleg ő például az akkor még nem tudta feltétlenül, hogy na jó, a hosszú történet, nem megyek bele, úgy is letelt az adásidő, de jó, hogy ezt még bemondtad a végére. Orha Zoltánnak nagyon köszönöm a magas szintű részvételt, és az érdekes információkat. Hát még én. A kedves hallgatóknak meg további jó napot és jó hetet kívánok. 2 hét múlva jön vissza újra a Szokólébresztő itt a Tilos Rádión, és addig is minden visszahallgatható lesz. Természetesen egyrészt a Tilos Archívumban, másrészt a Parallaxisnak a platformjain, és csütörtökönként persze mindig jön a kísérőcikk is. El lehet jutni oda például a sokolébresztő.hu, vagyis sokolébresztő.hu domain beírásával, úgyhogy addig is lehet ottan kulturálódni. Hát köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet, Orha Zoltánnak pedig a megtisztelő részvételt. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.